Sziasztok! A mostani videóban nézős téma, tartalom, mert úgy szoktam mondani. Most nem párkácsolni, nem főzni, nem kabarézni, mi is fogok csinálni. Hát most egy valami beszélni, jelteni. Igen, nekem riválisom. Én a YouTube-el mindig jó kapcsolatot szoktam tartani. De ez valamikor elkerülhetetlen. Nem mindig össze a jó kapcsolat. Egy-kettő volt darmai pillanat. Igen, hidával szeretném most foglalkozni, most az a tartom hida. Igen, hát fel voltam már interneten, és láttam, hogy mi láttam egy érdekes dolgot. Most már képen videót be is mutatom. Igen. Most az, ami olvastam itt a YouTube, vagy nem YouTube, milyen, hogy is hívják, fordító. Hát nem tudom, fordító mindig pontosan nem szok pontosan működni. TN. Mert annyit jelent vége. Jó, most megállt a videó, nem akkor egy... Ja, jó van, nem. Itt van hida. Most azt a videó, hogy nem értem. Ha jól látom, nézze a videói. Hát ilyen tartom azért, nem tudom. Nem tudom, mi hatta abba. Nem tudom. Itt végignézze a videóit. Sok minden nem értek. Nem is tudom, mikor kezdte el. Elvileg volna az első videó. Nem, mindjárt megnézem. Amikor elkezdtem a videó, akkor legalsolni kéne legyen, legalul. Urat, elég sok videót csinált meg. Még mindig nem tudom, sokkal több videó van, mint nekem. Ez már kicsit durva, hogy nem tudom, mi történhetett. Hát, rá volt az első videó, amit van, most elkattítom. A fogászati eszköz nyitott a lenyűgöző tisztaság. Ja, a reklám most nem érdekel. Három éve ezelőtt kezdte. Hát, én már nem is tudom, mikor kezdtem. 13 hozzászólás. Hát, ahol nagy nézettség, úgy látom, nincsen. De mondta, érdekes helyben volt 120 nézettségem. Azért 21 ezer jó nézesség. Még az a százszor valaki, ami mi pánkutyáig elhittek. Hát én ezeket nem tetszik nekem pánkutyáig. Nem tudom, nem akarok semmi rosszat mondani. Nem tudom, mit mondjak. Most itt van a videó, hogy Vága és ehhez voltál. Hát, ezt gondolom nézek, ez már kicsit sétő volt, ám nézem. Igen, úgy látom válaszolt. Jó nézettség van. Hát a milliós nézettség itt a YouTube-on nem lehet elszerzni, mert igen, emberekben sok szigorítások miatt, vagy tartalom miatt, igen, rátétek a kábel TV-hez. Igen, azt most úgy látom, hogy most elkacsolsz a videóval. Nagyon sajnálom, így történt, én nem tudom, mi történt. Hát én nem tudom, mi történt. Hát elsősorban nem érte, nem tudom mi az, mi az a rövid videó. Azt tudom, hogy vége. Igen, angolul is megnéztem a Google fordítóba. Igazán nem igazán értem. Mi van? Nem mindegy. Lehet, hogy tényleg abba hagyja. Vagy lehet, hogy marketingét csinál. Nem tudom, reklámot csinál magából. Egy kicsi tátraki szünetet. Vagy nem tudom. Na minden, mindjárt megyek oda a nagyképhez, néhány pár ötletet feljegyezzel, és akkor megpróbál elválaszolni.
Igen, most azt a két is nem akarom feltenni, de szerintem ez a rövid vége, mert nem így kellett volna. Szerintem ez itt inkább nem így kellett volna vége vetni, vagy el kellett a búcsúzni, vagy megmagyarázni, miért csinálta ezt, hida. Nem tudom megérteni. Mert ez így nem jó, hogy meg egy magyarázat adott volna rajongóinknak. De mindjárt akkor feltettem rossz kérdést. Riválisom? Hát igen, a konkurensem. Az volt az első kérdés. Akkor itt a második kérdés, mert sétett. Hát igen, engem hidat, nem. Hida engem és Vágai szerintem megsétett. Hát a Vágaival nem tudtam közös videót, mert szerettem volna. Vága éböz van annyi, hogy nem minden. Akkor menjünk tovább a második. A harmadik kérdés, ha apa hagyta, akkor miért? Hát ennek sok oka lehet, nem tudom. Piszakat keresni, nem tudom. Azt szerette volna, hogy nem jobban jár, inkább elmegy dolgozni. Hát igen, és azon gondolkodtam, hogy legtöbbször én is elmennék dolgozni inkább. Ha bírnám azt a építőipar munkát, le elmennék. Csak kevesebb videót csinálnák. De most ez a helyzet nem bió. De erre a misvár tényleg is ki van készülve. Igen, akkor nem tudom. Lehet, hogy már elég volt, énekes volt már erre a videózni, miért hagyta abba. Igen, hát ez, hogy nem megunta, nem tudom. Mert jól lett volna elmagyarázni. Haragszik rá? Nem. Igaz, hogy keményen megsétetted, nem. Nem haragszik rá. Nem is vagyok rá így. Hát én nem tudom. Nem haragszok, ez biztos. Ez, hogy ahogy mondtam, jó kapcsolatot akartam kiépíteni utolsókkal, tehát kettővel nem sikerült. De mindig van dármai pillanat. Azt nem tudom, hogy gyártsak olyan tartalmi, hogy nincs dármai jelenet. Ilyen elves sétet? Szerintem igen, mert egy is sikerül a YouTube ilyen elvei. Biztos megsétette ilyen elvei. Ha feljelentették azok, akik nem tetszett a tartalmuk videójának, hát azokat is ugyanúgy csináltam én, sztárokkal, lehet valaki jól feljelentette, főleg ügyvédre, nem tudom. Nem tudom, hogy egyáltalán tudja működtetni a csatornát, nem tudom. Biztos, hogy feljelentették, nem? Igen, gondolom én, hogy feljelentették. Vagy ön maga hagyta abba, milyen okból? Ja igen, az a két is volt, akkor nem heteti két, akkor hét két is lesz. Én adta abban, mert ezt elmondtam, de ez most elmit. Vagy nem? Jó a két is, vagy ő maga hatta abba. Milyen ugó? Hát ő maga hatta abba biztos. Van le, nem tudom, csatornára letiltottával, valami történt a csatornájával. Nem tudom, egyes az volt, hogy két csatorna nem akar üzemelni, bár jó lett volna meghagyni a videóinfót is, mert meghagyni Pozzó csatorna. Kár volt hallgatni a informatikusra, halaszó informatikusokra. Kár volt hallgatni. Nem tudom mi. Ő maga hatalma biztos. Mert ezt a felvételt, ez a rövid felvétel kiírni, de valami nem így kellett volna. Meg kellett, valami magyarázat is nem álltott volna. Sajnálom, vagy nem? Sajnálom, de nem gyűlöm, nem is érdekel. Néhány egy-két videóval megnéztem, de olyan nagyon... Én nekem nem nyertem el a tetszésért, amire tartalmunk csinált. Hát nem tudom... Igen, azt hiszem, hogy minden rossz kérdésen válaszoltam. Hát valahogy én csak azt mondom, hogy kis több szöveget kellett volna mondani, szerintem. Na minden, akkor... Nem tudom, most tudtam-e segíteni. Így, de úgy látom, mindenképpen kellett videót csinálni, valami magyarázatot keresni rá, próbáltam.
akkor most nem tudtam segíteni, ha igen, akkor remélem. Akkor nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmükkel, de most már más videót fogok csinálni, nagyon sajnálom, én nem akartam abba hagyja, de minden, ki tudja még miért. Akkor nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmükkel, és hello, hello, sziasztok!